Czirbus Gábor a Fidesz helyi elnöke köszönetét fejezte ki a választópolgároknak, akik részt vettek a választásokon. Úgy fogalmazott, élni fognak a bizalommal és a fejlődés érdekében fogják azt felhasználni. Kiemelte, céljuk volt, hogy megújuljon a Fidesz frakció. A képviselőtestületben azt szerettük volna, hogyha több hölgy lenne benne, más területről érkezzenek a képviselők, hiszen most olyan kihívások előtt fog állni a város, amelybe szükség van az ő eddigi tapasztalataikra. Bízunk benne, hogy az ő eddigi munkájukkal, a tapasztalataikkal segíteni fognak a városnak a fejlődésében. Czirbus Gábor viszont egyéni körzetben is indult és győzött. A 7-es számú választókerületben 200 szavazattal kapott többet most, mint 5 évvel ezelőtt. A voksok 66,24%-át szerezték. A közös munkának meglett az eredménye, mindenki úgy érzi, hogy a választókerület fejlődni tudott, és számíthattak rám eddig is az elmúlt 5 esztendőbe. Ezután is állok rendelkezésére, mindenkinek a képviselője szeretnék lenni, mindazoknak is, akik rám szavaztak, mindazok is, akik nem szavaztak rám, és azok is természetesen, akik valamilyen okból nem tudtak elmenni a választásokra. Bízom benne, hogy ez a választókerület ugyanebben az ütemben fog fejlődni, és sikeresek leszünk a következő 5 esztendőben is. Kovács Sándor negyedik ciklusát kezdheti meg önkormányzati képviselőként. A szavazatok 66,7%-át kapta meg. Saját meglátása szerint töretlen sikerének titka az, hogy mindig a lakosok rendelkezésére áll. Közel 200 szavazattal kaptam többet, mint az előző ciklusban. Ez szerintem a munkának köszönhető, a rendszeres munkának, odafigyelésnek, ezt valahol azért a választópolgárok értékelik. Dr. Hadik György önkormányzati képviselő második alkalommal kapott bizalmat a választópolgároktól a 4-es számú választókerületben. 5 évvel ezelőtt 392 szavazatot tudhatott magáénak, ez a száma mostani voksoláskor 613-ra ugrott, ez a szavazatok 66,6%-át jelentette. Úgy érzem, hogy ez egy olyan bizalom a választók részéről, ami azt jelenti, hogy jó úton haladunk, megadták a bizalmat, a fölhatalmazást, hogy ugyanezt az utat, ugyanezt a munkát tovább tudjam folytatni. Az elkövetkező napokban heti híradóinkban a többi önkormányzati képviselő értékelését is meghallgathatják majd a helyhatósági választásokkal kapcsolatosan.